4 új defibrillátor Ulzdon. Folytatódik a faültetési akció. 30 éves lett az ózdi Szép Szó irodalmi kör. Ózdi Krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon. Jó estét kívánok! 4 életmentő készüléket helyeztek el Ózd forgalmas pontjain. A defibrillátorokat Janicsak Dávid polgármester szállította el a helyszínekre. A Bojki Tamás általános iskolába, a városi úszodába, a Café Bárdzsembe és az autóbuszállomásra. A hirtelen szívmegállás gyors beavatkozást igényel. A kihelyezett automata eszközök nagy segítséget nyújthatnak. Helyükre kerültek az új első segélynyújtó készülékek. Ózdon 4 új helyszínen találkozhatunk a defibrillátorokkal, melyek speciális riasztóval ellátott zöld dobozokban találhatók. Az életmentő eszköz elektromos impulzus segítségével hivatott visszaállítani a szív normál ritmusát. Az első készüléket a Bojki Tamás általános iskolába szerelték fel, ahol Janicsak Dávid polgármester tartott egy rövid bemutatót. A következő állomás a városi úszoda volt. Már 2 évvel ezelőtt is helyeztünk ki a város legforgalmasabb intézményeibe újraélesztő készülékeket. Akkor megígértem, hogy folytatni fogjuk ezt az akciót, így most újabb helyszínekre helyezzük ki ezeket a defibrillátor készülékeket, amiknek az a feladata, hogy olyan vészhelyzet esetén, amikor hirtelen szívmegállás következtében életveszélyes állapot áll fenn, akkor azonnali beavatkozással biztosan életet tudjanak menteni azok, akik ezt elérik, akár a forgalmas intézményben, akár annak a közelében, tehát ezért nagyon fontos, hogy a lakosság tudja a helyszíneket, mert hogyha a közelben történik valami, akkor is be lehet jönni érte és ki lehet vinni. Fontos információ, hogy az úszodában lévő defibrillátor 2 laki eszköz lesz, ugyanis amint megkezdődik a nyári szezon, az életmentő készüléket áthelyezik majd a városi strandfürdő területére. Nagyon örülünk, hogy az úszodába is került egy ilyen újraélesztő készülék. A városi sportcsarnokban és a városi stadionban már rendelkezünk egyel. Ezzel kapcsolatban a munkatársainknak oktatást fogunk szervezni, és bízunk benne, hogy ezt a tudást a későbbiekben nem kell majd alkalmazniuk. A másik 2 életmentő készüléket az autóbuszállomáson és a Café Bárdzsemben szerelték fel. Az eszközök magyar, angol és német nyelven is adnak utasításokat. Bárki számára gyors és egyszerű lehet a használata. Ez tartozik egy SafeCity nevezetű, ingyenesen letölthető országos applikáció, ami egy térképen mutatja, hogy hol találhatók a városban defibrillátor készülékek, azok a defibrillátor készülékek címileg, helyileg hol vannak, mennyi ideig van nyitva, tehát hány órától hány óráig érhető el, és ezen tudnak tájékozódni azok, akiknek éppen valamiért szüksége lenne erre, és keresni, hogy hol találhatók. A defibrillátort akkor kell használni, amikor valaki eszméletét vesztette, és leállt a keringése, vagy megállt a szíve. Ilyen helyzetekben azonnal meg kell kezdeni az újraélesztést, hiszen az idő múlásával gyorsan romlanak a beteg túlélési esélyei. Ebben nyújtanak majd korszerű segítséget a kihelyezett eszközök. 13. alkalommal rendezték meg az önkéntes faültetési akciót. Most a Baranyai út mögötti domboldalt zöldítették a résztvevők. A Dancsok Tamás nevéhez kapcsolódó kezdeményezéshez idén is számos oktatási intézmény, magánszemély és vállalkozó csatlakozott. Több mint 120 csemete került ma a földbe. Önkéntesek gyűltek össze ma délelőtt a Baranyai út mögötti domboldalon. Immár 13. alkalommal szervezte meg a faültetési akciót Dancsok Tamás. 2011-ben kezdtem az ózdi önkéntes faültető akciót, és most 2600 fát ültettünk el eddig, 121-et a mai nap, meg még jövő héten elültetünk 20-at, és ez egy civil kezdeményezés, mindenki hozza a kis fáját, vagy ugye megveszünk együtt közösen, elültetjük Ózd különböző helyein, és az az egésznek a ennyi, hogy Ózd legyen Magyarország tüdeje. Az eseményen részt vett dr. Feldman Zsolt, mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár, aki örömmel látta az ózdiak összefogását.
Magyar kormány 2020-ban kezdett egy településfelsítási programot, amiben eddig 1500 település került bevonásra. És óriási öröm volt számomra azt megtapasztalni Tózdon, hogy itt bizony 2011 óta civil alapokon önkéntesek, iskolások és helyi vállalkozók összefogásával lényegében egy olyan fásítási, erdősítési program zajlik, ami megpróbálja szebbé, zöldebbé tenni Ózd környékét, és ez szerintem egy óriási eredmény Tózdon, és egy óriási siker számunkra is. Mogyoró, hárs, kőr is és juharfák szépítik majd a városképet. A mozgalom mára igazi közös ügyé nőtte ki magát, hiszen a legfiatalabbaktól a legidősebbekig mindenki részt vett a programon. Hatalmas ereje van a civil kezdeményezéseknek, jó példa erre a 13. éve megszervezett önkéntes faültetési akció. Éppen ezért kiemelt célom, hogy a jövőben egy olyan nagyszabású fásítási programot indítsunk be Ózdon, hogy a környező dombok újra erdővel teljenek meg, ezáltal jobb minőségű levegőt és jobb minőségű életet biztosítsunk gyermekeinknek és unokáinknak a jövőben. Az eseményen 4 ózdi közoktatási intézmény fiatalja is szorgoskodtak. Általános iskolák közül a Bojki Tamás és az Újvárostéri, még középiskolák közül a Jag és a Szikszé diákja is segítettek a zöldítésben. Osztálytársaimmal és az évfolyamtársaimmal jöttem, a barátaimmal ültettem el a fákat. Én nagyon jól érzem magam, már körülbelül 20 fát elültettünk. A faültetéssel egy zöldebb, élhetőbb környezetet teremthetünk, és aktívan tehetünk a klímaváltozás ellen. Az akció folytatódik, a szervezők arra buzdítanak mindenkit, hogy csatlakozzanak. Május elejére tervezik a fűtésszolgáltatás központi leállítását az Ózdi Távfő Kft. Szakemberei. A fűtési idény szeptember 15-től május 15-ig tart. Bár mostanában napközben kellemes tavaszi, már-már nyári meleg van, ám a meteorológiai előrejelzések szerint áprilisban még többször várható hidegbetörés, amely jelentősen lecsökkenti az éjszakai, és ezzel együtt a napi átlag hőmérsékletet is. Jövő héten például lesz olyan nap, amikor napközben csupán 10 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála. Ezeket az adatokat a távfő munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik. Fontos információ, hogy a hőközponti fűtési szabályozók a kinti hőmérsékletnek megfelelően működnek. A vállalat tájékoztatása szerint eddig csupán 2 fűtés leállítási kérelem érkezett hozzájuk. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően továbbra is él az a lehetőség, hogy a felhasználók, közös képviselők írásban jelezhetik, ha már nem kérik a szolgáltatást. A szakemberek 24 órán belül intézkednek, akár hétvégén is. További információkért hívható a diszpécser szolgálata 472-050, valamint a titkársága 473-937-es telefonszámokon. 30. születésnapját ünnepelte a Szeretett Gyermekei Alapítvány Ózdi Szép Szó Irodalmi Köre. A rendezvénynek az Ózdi Városi Könyvtár adott otthont. A kör tagjai visszaemlékeztek a kezdetekre és az elmúlt időszakra, majd felolvasták saját alkotásaikat az összegyűlteknek. Az eseményen a polgármester és több önkormányzati képviselő is tiszteletét tette. Az Ózdi Városi Könyvtárban gyülekeztek az Ózdi Szép Szó Irodalmi Kör tagjai. A mostani esemény különlegességét az adta, hogy idén lett 30 éves a társaság. Az alapítás óta sok szép pillanatot éltek meg együtt, de azért vannak olyan mindennapos nehézségek is, amelyeket le kell küzdeniük. Megtiszteltetés számomra az, hogy megérhettük ezt a 30 évet, és hogy pont az én vezetésemmel. Nagyon nehéz évek voltak az év mögöttünk, meg szerintem ezekben a korokban nem annyira elterjedtek az irodalmi kedvelők, és az írók viszont egyre több, akit próbálunk megfogni, legyen az fiatal, idős. Az eseményen Dankóné Magyar Mária köszöntötte a megjelenteket. Majd átadta a szót Janicsak Dávidnak, aki egykor aktív tagja volt az irodalmi körnek. A polgármester kiemelte, szép emlékeket őriz az egyesületben eltöltött időszakról. Bejöttem a könyvtárba, itt elmondták, hogy mikor üléseznek, eljöttem az egyik ülésükre, és így belekeveredtem lényegében az egyesületbe, és nagyon jól éreztem magam, mert egy olyan társaságot ismertem meg, akik tényleg amatőr művészeket is befogadnak, egymással szívesen találkoznak, megosztják a gondolataikat. A köszöntők után sorban olvasták fel a verseket a jelenlévők.
A vendégek között Kocsisné Heiler Éva előadó művész is helyet foglalt, aki az irodalmi kör tagjának egyik versét szavalta el. A földön egy vizsga az élet, hol a türelem a jó felelet. Küzdve tanít erősnek lenni, tudunk hinni, s reményben élni. A sok rímbeszedett költemény mellett két dal is felcsendült a délután folyamán. Mészáros Varga Judit elvarázsolta a közönséget hangjával. A jubileumra egy kiadvány is készült, amelyben visszatekintenek az Egyesület 30 évére. Színes fotókkal és leírásokkal emlékeznek a kiemelkedő eseményekre. Az irodalmi kör tagjai számára szinte hihetetlen, hogy ennyi évet megéltek együtt. Én nem tudom elhinni. Egyszerűen nem tudom elhinni. Olyan hamar lement ez a 30 év, de én nagyon büszke vagyok erre, mert nagyon sok minden történt. Az esemény után egy kötetlen beszélgetésen vehettek részt a vendégek, és a kiállított paravánokon fotók segítségével nosztalgiázhattak a kör tagjai. Plüss felajánlásokat várnak a Magyar Vöröskereszt Észak-Borsod területi szervezetének munkatársai. Olyan puha játékokat szeretnének adományként, amelyek otthon már feleslegessé váltak, de még jó állapotban vannak. A gyereknapi Hős leszek elnevezésű rendezvényre gyűjtik a játékokat, melyeket a programban résztvevő gyerekeknek szánnak. A felajánlásokat több helyszínen is leadhatják a segíteni vágyók. A civil házban és az olvasóépületében nyitvatartási időben, valamint a Magyar Vöröskereszt Ózdi irodájában az Árpád vezér út 19-21 szám alatt fogadják a plüssöket. Ez utóbbi esetben telefonon érdeklődhetnek a nyitvatartásról az adományozók a 0630 268 70 16-os telefonszámon. Bővebb információ az akcióval kapcsolatban az ost@voroskereszt.hu e-mail címen kérhető. Megtartották a második Bródy Kadét sportnapot a Vitkó lovastanyán. Többek között akadálypálya, airsoft lövészet, fegyver és interaktív honvédelmi bemutatók várták a diákokat. Nagyjából 200-an voltak a tanyán. Forgószínpad szerűen próbáltak ki mindent. Csapatok versengenek egymással a Vitkó lovastanyán kiépített akadálypályán. Az Ózdi Szakképzési Centrum Bródy Imre Technikum most tartotta meg a második Bródy Kadét sportnapot. Nagyjából 200 fiatal gyűlt össze és vett részt a programokon. Már tavaly is tudtuk, hogy ebből hagyományt akarunk teremteni, és éltünk a lehetőséggel, hogy a Honvédelmi Sportszövetséghez az idei évben is benyújtjuk a pályázatot, és az ő pénzügyi támogatásukkal tudjuk megvalósítani ezt a nagyszabású programot. Hozzáteszem, hogy időközben beindítottunk egy kadét csoportot is iskolánkban, ezt talán sokan nem tudják, és elindult a Honvéd Kadét oktatás. Ez heti egy órában valósul meg. A Magyar Honvédségtől kaptak egyenruhát, és különböző terepgyakorlatokon vesznek részt. Sokféle program van, például paintballozni is voltunk, nagyon sok túrára megyünk, és van önvédelem oktatás is. Szóval így összességében nagyon jó ez a kadét program. A sportnapon a végzősök segítették az ügyességi feladatok zökkenőmentes lebonyolítását. Ők mérték az időt és számolták a pontokat fiatalabb társaiknak. Készültünk, csinálni kellett zászlót, indulót írtunk, gyakoroltunk tesi órán is. A szervezők több állomással készültek a sportolni vágyóknak. A fiatalok körében nagy sikert aratott például az airsoft lövészet. A Magyar Honvédség képviselői segítették a diákokat, és megmutatták nekik a fegyver használatát. Az ügyességi feladatok nagy hangsúlyt kapnak a mindennapi oktatásuk során, amit aztán kamatoztatni tudnak majd. Vannak országos haditornajátékok, ahol őket is szeretnénk benevezni, ha lesz egy olyan különlegesen jó csapat, aki oda meg fog felelni, és akkor ott az országosban is el kell őket vigyük, és ott is meg kell mutatni, hogy Ózdon is vannak legények, nem csak máshol. A csapatversenyekhez kapcsolódva teszteket is ki kellett tölteniük, amelyek szintén beleszámítottak a végeredménybe, de megválasztották a Bródy legjobb lövészét is. Az eseményről és a kadétképzés részleteiről bővebb összefoglalót az apropóban láthatnak majd. A dombfutással folytatódik április 14-én az idei Kondi Napok programsorozat. A vállalkozó kedvű ózdiakat a hagyományoknak megfelelően a Bibenvölgy lábához várják délelőtt 9:30-tól.
Az Ózdi Teknőc Diák és Szabadidősport Egyesület rendezvénye ingyenes, csupán regisztrálni kell a helyszínen. A résztvevő korosztálytól függően három távon mérettethetik meg magukat, 50, 100 és 150 méteren. Az első három helyezett befutó érmet kap, az óvodásoknak meglepetéssel készülnek. A szervezők minél több gyerekkel szeretnék megszerettetni a sportot, illetve a terepfutást is népszerűsítenék a programmal. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Négy automata defibrillátort helyeztek el Ózd forgalmas pontjain, az intelligens eszköz könnyen kezelhető, egészségügyi végzettség és tapasztalat nélkül is. 121 csemetét ültettek ma önkéntesek a Baranyai út mögötti dombokon. Az eseményen négy ózdi közoktatási intézmény fiataljai is részt vettek. Harminc éves jubileumát ünnepelte az Ózdi Szép Szó Irodalmi Kör az Ózdi Városi Könyvtárban. Vetítéssel, versekkel és egy kiadványjal emlékeztek vissza az elmúlt évekre. Megtartották a második Bródi Kadét sportnapot a Vitkó lovastanyán. Többek között akadálypálya, airsoft lövészet és interaktív honvédelmi bemutatók várták a diákokat. Végül néhány szóban a várható időjárásról. Szombaton fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napos időt, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet. Vasárnapra sem romlik el az idő, folytatódik a túlnyomóan napos, száraz időjárás. Feltámad a délnyugati szél, ami még több meleget hoz térségünkbe. A hőmérséklet 9 és 25 fok között alakul. Ma is több helyszínre látogattunk el kameráinkkal, hogy elhozzuk Önöknek a legfontosabb és legfrissebb híreket. A mai krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Híradónkat követően az Ameddig bírjuk, Gemini 70 felett című portréfilmet ajánlom figyelmükbe, amely három zenészről szól, akiket egy közös zenekar köt össze. Szombaton és vasárnap a 168 órával jövünk, friss hírekkel legközelebb hétfőn jelentkezünk. Legyen szép estéjük és hétvégéjük, viszontlátásra!